Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! A mai magazin műsorban elsőként Kislődre invitáljuk kedves nézőinket, méghozzá a Sóbri Jóska Kalandparkba. Ebben az esztendőben is itt tartotta meg családi napját a Személyi Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Veszprémi Szervezete. Több mint 250-en jöttek el és kiválóan szórakoztak. Természetesen mindenki kíváncsi volt arra is, vajon ebben az esztendőben kikapja a kiváló vagyonőr elismerést. Azt gondolom, hogy nem lehet csodálkozni azon, hogy ilyen szép időben, ilyen nagy létszámmal jöttek ki a mai napra. Mennyien vannak összesen itt? Igen, örülünk neki, hogy ilyen szép létszám jött össze. 275 fő regisztrált erre a mai napra, azaz a 13. vagyonvédelmi és családi napra. Ők nyilván a kamarai tag vagyonőrök és a családtagjaik, hozzátartozóik. Úgy látszik, hogy a korábbi években minden jó sikerült, hogy mindig visszatérnek ide. Igen. Azt mondhatom, hogy már közkívánatra csináljuk a Kislődi Sóbri Jóska Kalandparkba ezt a rendezvényt. Idén 7. alkalommal tartjuk a vagyonvédelmi napot itt. Ha már ugye ilyen szép létszám összejön, akkor meg szívesen hozok ide a rendezvényt, mert úgy gondoljuk, hogy a Kalandpark szolgáltatásainál mindenki megtalálja kellemes szórakozási lehetőséget. Én meg azt is gondolom, hogy a vagyonőrök szívesen jönnek, mert azért egy kis pihenés sohasem árt nekik sem, hiszen azért nem egy olyan könnyű feladat az ő feladatuk. Így igaz. A mai napon a rendezvény nyitó apropóján én ezt el is mondtam, hogy ugye nagyon sokat dolgoznak, nagyon kemény munkát végeznek. Azt is hozzáteszem, vagy tehetjük nyugodtan, hogy társadalmi megítélése ennek a szakmának, a vagyonügyi szakmának nem a legelfogadottabb, és örülünk neki, hogyha ilyen nagy létszám úgy gondolja, hogy eljön egy nap a mindennapi rohanások közepette kikapcsolódni, és családjával együtt, barátokkal, kollégákkal jól érezni magát. Azért azt mondhatjuk, hogy a megítélés az azért valamit javul? Hát igen, mi tehetünk érte, már mind vagyonőrök a megítélésünk pozitív vagy negatív irányba fordulása tekintetében, mert a vagyonőri intézkedés nyilván azt határozza meg a vagyonőri magatartása megítélését. Hogyha szakszerűen, jogszerűen, törvényesen intézkedik, megtalálja a hangot a intézkedés alávont személlyel, jól kommunikál, határozott a vagyonőr, ami ugye mind alapvető elvárás, akkor jó az intézkedés, akkor jó a megítélés. Ha mindezek hiányoznak, ugye a szakszerűség, törvényesség, netán a hang nem se olyan a vagyonőr részéről, na akkor jön a negatív hangvétel. Azért tegyük hozzá, hogyha valaki nem úgy viselkedik, mint ahogy kéne, és egy vagyonőr a megfelelő képen, és mondjuk udvariasan is eljár vele szemben, ez általában az adott illetőnek nem tetszik, és csak szidni fogja a vagyonőröket. Hát igen. Kapunk is folyamatosan panaszokat az állampolgárok részéről, akik ugye az intézkedés alá vontak a vagyonőrök. Erre megvan a törvényben biztosított jók az állampolgároknak, hogy panasz tehet a vagyonőri intézkedés ellen, de az esetek többségében azt tudta a vizsgálat megállapítani, hogy megalapozott volt, szakszerű volt az intézkedés. Az más kérdés, hogy az intézkedés alá vont személy adott esetben ezzel nem értett egyet. Ugye, amikor évente eljövünk ide, most éppen az utóbbi 6-7 éve Kislődre, akkor önök mindig díjazzák a legjobb vagyonőröket. Volt időszak, amikor 4-5 díj is kiosztásra került, most csak 2-t adtak át. Van ennek valami oka? Oka van természetesen. Ugye a kiváló vagyonőrök kitüntetés alapítók irata szerint egy évben 3 főnek adható a kiváló vagyonőr kitüntetés, illetve hogyha valakinek van különös méltánylást érdemlő intézkedés, akkor többnek is. De az nem törvényszerű, hogy 3-nak adjuk oda. Ugye az idei évben 4 vagyonőrre érkezett mindössze ajánlás. Ez az elmúlt időszak számaihoz képest rendkívül csekély. Korábbi években 9-10-20 személyre is érkezett ajánlás, és a beérkezett 4 ajánlásból ugye az odaítélő bizottság úgy döntött, hogy csak 2-nek adja oda a kitüntetést, mert ezt a 2 személyt érdemesítette arra, hogy valóban megkapják. Egyébként korábban, amikor ilyenkor beszélgetni szoktunk, mindig előjött az, hogy van-e utánpótlás, milyen színvonalú, úgymond az utánpótlás, egyáltalán hogy alakul a fekete foglalkoztatás, van ebben valami javulás? Hát az utánpótlás meg a képzés az rendkívül fontos. Ugye minimum személyis anyagrókális végzettséggel lehet a szakmára bekerülni. Ugye ennek a képzésnek is vannak bemeneti feltételei.
az az elmúlt időszak tapasztalata, hogy rendkívül kevés új vagyonőr képződik, tehát vagyonőr hiány van. Tehát ezzel a munkáltatók sajnos küzdenek, hogy nincs annyi vagyonőr, amennyinek kellene lenni. Bocsánat, hogy beleszólok, az sem segítene, ha mondjuk pont azért, mert hogy nem igazán találnak megfelelő munkaerőt, mondjuk jóval több juttatást adnának? Hát igen, a foglalkoztatás és a bérkérdések, ezek rendkívül érzékeny pontjai ennek a szakmának, más szakmáknak is egyébként, de nyilván a vagyonőrzésről beszéljünk. Ugye továbbra is rendkívül jellemző a fekete foglalkoztatás a területen, ami abban nyilvánul meg, hogy a vagyonőrt vagy munkaszerződés nélkül, vagy nem a tényleges foglalkoztatásának megfelelő munkaszerződéssel foglalkoztatják, nem kapja meg azokat a járandóságokat, amik a munkatörvénykönyve előír, illetve biztosít, gondolok itt a betegszabadság, táppénz, stb. Hát meg a bérkérdés. Ugye nekik mind szakképzett munkavállalóknak a garantált bérmunkát kellene megkapni, fogalmazok kellene, hát nyilván ebbe is vannak problémák. Bár azért hozzáteszem, nem szeretném azt a látszatot kelteni ezzel a beszélgetéssel, hogy a minden vagyonvédelmi cég szabálytanul foglalkoztat. Tehát ez így, én ilyet nem mondtam, meg nem is mondok, de sajnos jellemző az ágazatra ez a foglalkoztatási probléma, és ezt nem én, vagy nem mi találjuk ki a kamara tisztségviselői, hanem az állami szervek ellenőrzési tapasztalatai támasztják alá. Talán ezt nem itt kellene megbeszélni, de azért egy fontos kérdés, hogy az a vagyonőr, akinek nem ajánlanak szerződést, feketén akarják foglalkoztatni, tudja, hogy nem kap esetleg betegszabadságot, nem lesz táppénz, stb. Stb. Vajon mégis miért mennek bele egy ilyenfajta megoldásba? Kényszerpályán mozognak. Pedig ugye olyan térségben élünk, ahol hál' Istennek a munkanélküliségi elég alacsony színvonalon van, de mégis aki ugye ezt a foglalkoztatást választotta valamikor, vagy tegyük hozzá a képzettsége akarata szerint többre nem vágyik, valahol a kényszer beleviszi, és sajnos belemennek. Tehát nyilván az ő magatartása hozzájárul ahhoz, hogy azt mindezt elfogadja. Nem kéne neki elfogadni, de... Egyébként mi az, amire azt lehet mondani, hogy harcoltunk érte, de most már hál' Isten jól működik? A vagyonőröknél van egy folyamatos, most már ötödik éve egy folyamatos képzés, továbbképzés. Ezt sikerült elfogadtatni, hogy erre született egy jogszabály, ez jól működik. Vagyonőröknek nem tetszik, teszem hozzá, mert ki az, akinek tetszik, hogy képzésen kell részt venni, meg még vizsgáznia is kell. Én úgy gondolom, hogy a szakszerű intézkedéseket ez elősegíti, ez a képzés. Amivel folyamatosan küzdünk, amire az előbb utaltam, ezek a foglalkoztatási és a bér problémák. Sajnos ezekre sincs a kamarának közvetlen ráhatása, a kamarának nincsen ellenőrzési joga ezen a téren, és hát annyit tudunk tenni, hogy a megfelelő munkakapcsolatot alakítottunk ki a ilyen problémák ellenőrzésére feljogosított szakhatóságokkal, és ők lefolytatják a szükséges ellenőrzéseket, hogy milyen eredménnyel, hát arról meg megint lehetne hosszan beszélni. Ha jól emlékszem, van egy alapítvány is, ami segíti azokat a hozzátartozókat, ahol valamilyen baj történt, működik még? Így van, működik a Vagyonőr Alapítvány, így van. Hát arra továbbra is büszkék vagyunk, hogy azt ilyen jellegű alapítványt elsőként Veszprém megyébe hoztak létre elődeim, akkor én még nem dolgoztam itt a kamarába, működik ez továbbra is, segélyezi az alapítványhoz forduló vagyonőröket, illetve családtagjaikat. Sajnos olyan eset is előfordul, amikor a vagyonőr elhalálozik, és akkor a családja fordul segélyért, támogatásért az alapítványhoz, de olyan eset is előfordul, amikor önhibáján kívül valami olyan anyagi életszituációba kerül, amikor segítségre szorul. Igen, támogatjuk, illetve támogatjuk a vagyonőröket ilyen téren, sőt, itt hadd köszönjem meg a Vagyonőr Alapítványnak, hogy ezt a rendezvényt is támogatja minden évben, lehetőségig mérten, de ezt köszönjük most is. Talán fejezzük be a beszélgetést azzal, hogy annak idején beszélgettünk volna jó pár évvel ezelőtt, akkor beszéltünk volna egy-két cégről, aki ezzel foglalkozik. Ma már elég sokan vannak, nem? Igen, az előbb említettem, hogy a vagyonőrökből hiány van, a vagyonőr cégekből meg túlkínálat van.
talán ezért is küzdenek munkaerő problémával. De azért ez furcsa, nem? Hát ha sok cég van, akkor sok embernek kéne lennie. Hát igen, de hogy túlkínálat van, jól lehet a vagyonőr cégekből, ezt meg az élet hozta, mert egyre többen próbálnak tenni a vagyonuk megóvása érdekébe, nyilván itt közintézmények, üzemek, gyárak, stb., de egyre inkább magánszemélyek is. Mondjuk a magánszemélyek nyilván a biztonságtechnikai szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokból, vagy nekik adnak lehetőséget, gondolok itt riasztó egyéb védelmi eszközök szerelése tekintetében. Ugye az előbb közösen kiszámoltuk, hogy 22 éve vagyon ezt a pályát választotta. Emlékszik még az első munkájára? Igen, emlékszem az első munkámra. Egy vasúti építkezésen dolgoztam sima vagyonőrként. És annak idején miért pont ezt a szakmát választotta? Nem ezt a szakmát választottam, én hivatásos katona voltam. Harci helikopterpilóta voltam, csak orvosi miatt nem repülhettem tovább. És hát ez adódott, hogy ezt csináljam. Egyébként ez a szakma nem veszélyes? Hát attól függ. Hát azért éjszakába kell dolgozni, fegyveres munkát kell, pénzszállítással is foglalkozunk, tehát az veszélyes, tehát benne van a szakmában a veszély forrása. Sosem volt olyan eset, amikor azt mondta, hogy azután azt mondta volna, hogy ne ebből elegem van? Vannak szerintem minden szakmában van ilyen, hogy az ember egy kicsit talán belefásul, de hála Istennek a munkáltatóim azért mindig új feladatokkal láttak el, előbbre tudtam lépni, és így azért az ember meg tud újulni. Most ugye pihenünk, mert családi nap van, de holnap a munkát fel kell venni, az hol lesz? Én a Real Team Kft-nél dolgozom. Ha helyileg azt elmondhatjuk, hogy hol? Veszprémben van a Pápai úton. Aha. És ez a munka, ez nagyon veszélyes, mert ugye azért vannak kevésbé veszélyesek, nagyon veszélyesek. Diszpécserként dolgoztam, illetve hát most augusztus 1-ével neveztek ki régióvezetőnek, tehát ilyen... Az nyugalmasabb, nem? Vagy nem? Hát sokat kell menni, de ilyen szempontból nyugalmasabb, igen. A család egyébként örült annak valahogy, hogy vagyon örlet? A feleségem nem igen, mert a vagyonőri szakmában nincs hétvége, nincs ünnep, tehát hogyha dolgozni kell, nekünk 24 órába kell dolgoznunk, és hogyha ez most hétvége vagy ünnepnapra esik, akkor is menni kell, de elfogadta. Hát 22 éve végül is ezt csinálom, úgyhogy elfogadták. Az ilyen napok szépek, amikor az ember munkáját külön is elismerik, és kitüntetés kap, de egyébként a hétköznapokban mi a szép ebben a munkában? Van ilyen? Hát a szépsége, nem tudom. Én szeretek emberekkel foglalkozni. Nekem ez tetszett benne, tehát sok embert megismerünk. Ha gondjuk, bajuk van, akkor azt megpróbálunk segíteni. Hát nekem ez a szépsége benne, tehát hogy emberekkel tudunk kapcsolatba kerülni. Egyébként az emberek hálásak, hogyha tudnak segíteni? Igen, igen, igen. Hálásak, mert ugye 22 éve dolgozom, de még a régi dolgozók is úgymond megismernek, sokszor ráköszönnek, tehát én is most már más cégnél dolgozom, de akkor is megismerik, és tudják, hogy az ember segített. Még hogyha csak egy picit is, de akkor is segítettem nekik. Elsőként szeretnék gratulálni az elismeréshez. Gondolom ez váratlan volt. Igen, természetesen. Köszönöm szépen a gratulációt. Egyébként Sánta úr titokban tudta tartani, hogy Attila, te díjat kapsz, nem mondta el. Nem. Mélyen titokba tartotta, úgyhogy meglepetés volt számomra. Van. Tulajdonképpen ezzel a mostani elismeréssel hány év munkáját ismerték el? Hát nézd, 25 éve dolgozom, több mint 25 éve most már a vagyonvédelmi szakmába. Azt hiszem, hogy amit lehetett csinálni ebbe a szakmába, ez a 25 év alatt mindent kipróbáltam. Nem igazgatóként kezdted? Igazgatóhelyettesként kezdtem. De úgy hozta a sors, hogy voltam járőr, voltam pénzszállító, volt, amikor objektumot is kellett őriznem, tehát mindent végigcsináltam, amit lehetett ebbe a szakmába, büszke vagyok rá, mindent kipróbálhattam. De az jó, nem? Mert amikor az embernek ki kell adni egy feladatot, akkor tudja, hogy mit várhat el. Hát természetesen csak olyan feladatot szabad kiadni, amit te magadat már egyszer megpróbáltál. Hiszen amit elvársz az embertől, neked is tudni kell teljesíteni. Tehát mindig az volt az alapelv, hogy csak olyan kérek a másiktól, vagy a mi öreinktől, amit én is tudnék teljesíteni. Ugye mondtad, hogy mennyi mindennel próbálkoztál a szakmán belül,
melyik volt az, amit nem igazán szerettél megcsinálni, vagy azt mondtad, hogy azért ez a fene egye meg, igencsak veszélyes dolog. A pénz és értékszállítás, az volt a legveszélyesebb. Nagy értékű szállításokat hajtottunk végre, igaz, hogy dupla biztosítással, dupla fegyveres állománnyal, de azért abban mindig benne volt, főleg a 90-es éveknek a végén, amikor talán mindenki emlékszik rá, hogy hány pénzszállítót támadtam, meg úgy hívták őket, hogy az érő célpont. Ekkor nekünk is nagy értékű szállításokat kellett végrehajtanunk, tehát ezt kellett úgy megszervezni, hogy kizárjunk minden olyan lehetőséget, hogy bárkinek is kedve támadjon, ami szállítmányainkat megtámad. Nem is volt ilyen támadás. Pont azt akartam megkérdezni, hogy egyébként meg lehet ezt úgy tervezni, hogy abszolút biztonságos legyen? Hát ez is egy szakma. Pont olyan szakma, mint a köműves, ennek is megvannak a szabályai. Ha ezt pontosan betartod, átgondolod, végignézed az egész műveletet, hiszen a tervezőnek ez a feladata, a végrehajtónak meg, hogy ezt végrehajtsa, akkor utána nem lehet probléma. Amikor egy filmet nézel, és éppen ugye a pénzszállító autót rabolják ki, akkor hogy szoktad nézni, hogy úristen, micsoda szakmai hibák vannak benne, ez nem igaz így, vagy inkább az az érzés erősödik, hogy azért a fene egye meg, azért mégiscsak veszélyes dolgot csináltunk. Benne van ez is. De a filmekhez kapcsolódva tudod, mi a nagy élményem? Amikor a több mint testőrt levetítették Magyarországon Kevin Costnerrel, akkor minden fiatal testőr akart lenni Magyarországon. Egymás után jelentkeztek hozzánk a fiatalok, jó kiállásúak, megtermettek, és hiába magyaráztam nekik, hogy gyerekek, ez nem az, amit a filmen láttatok. Semmit mi hústolunk nincsen. Így van. Ez egy halálideg, egy halál alkalmazkodásra képes munka. Arról nem is beszélve, egy halál veszélytelen, nem tudtam lebeszélni őket. Mindenki testőr akart lenni. De ez manapság nem így van szerintem. Nem, most ez megszűnt, tehát valami igen, ez már eltűnt. Inkább most megmaradt a szürkébb része, az objektumőrzés, az objektumok között is a fegyveres, fegyver nélküli objektumőrzések. Ebből bőven van munkánk. Tehát azt látszik, hogy a társadalmi igény megnőtt a vagyonvédelem iránt, és úgy tűnik, hogy most már meg is fizetik ezt a munkát. Sohasem bántad meg, hogy ez lettél ami? Nem. Én szervezhettem, dolgozhattam, mindig is érdekelt, én egy katona családban nőttem fel, tehát tőlem nem volt távol a szolgálat, nem volt távol a fegyverek. Azt hiszem azt csináltam 25 év alatt, amit szeretek. Kimondottan nagy siker volt Veszprémben a nyugdíjas nyári egyetem, olyannyira, hogy a rendezők már az őszi szemesztereket szervezik. Igen, sokan jöttek el az összes előadásra, tegnap nagyon sokan voltak kíváncsiak, Simon Attilára, a Herendi Porcelán Manufaktúra vezérigazgatójára. A most következő tudósításunkat az egyetemről hoztuk. Herendi Porcelán Manufaktúra és nyugdíjas egyetem miképpen kerül a kettő egymás mellé? A Herendi Porcelán Manufaktúra üzleti tervében minden évben megjelenik a Tiszteld az idősed célkitűzés, és ennek keretében számos olyan programunk van, amelynek keretében megszólítjuk a nyugdíjasainkat. Minden évben egy ünnepi díszebédet tartunk nyugdíjasainknak, ahol egy szép kulturális műsorra is meglepjük őket. Emellett a manufaktúra a nyugdíjas szövetkezeten keresztül számos nyugdíjas kollégát visszafoglalkoztat, akinek a tehetsége, szaktudása nélkülözhetetlen a manufaktúra éves sikeres működéséhez, úgyhogy számtalan olyan pontunk van, amelynek a keretében a nyugdíjasokat tiszteljük, és bármilyen rendezvényre örömmel csatlakozunk. Nagyon nagy örömmel jöttünk erre a mai előadásra is, hiszen mindig, amikor a manufaktúrának a bemutatására lehetőség van, akkor ezzel szívesen élünk. A mai előadásban, amellett, hogy be fogom mutatni a Herendi Porcelán Manufaktúrát, ahogy az előadás címe is szerepel, hogy Herendi Porcelán 4.0, felszeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy egy sikeres gazdasági vállalkozás ma már csak a tradíciókból nem tud megélni. Sőt, én úgy gondolom, hogy Herend abban erősebb más manufaktúrához képest, hogy nem a múltunkat akarjuk apró pénzre váltani, hanem folyamatosan keressük az újat, keressük a jövőt. Tehát a tradíció mellett nagyon fontos az innováció is, és az előadásban fogok szót ejteni a termékfejlesztési innovációról, amely az innovációnak csak egy része, de emellett a vállalatvezetési, vállalatszervezési, technológiai innovációról is. Én bízom abban, hogy minden résztvevő élvezni fogja ezt az előadást, ügyelek arra és próbálok arra ügyelni, hogy kellemes élményekkel távozzanak, jó benyomásokkal, és bízom abban, hogy mindenkinek az építésére fog szolgálni ez a mai előadás, amelyet a Herendi Manufaktúráról fogok tartani. Vezérigazgató úr, mennyire veszik figyelembe, vagy egyáltalán figyelembe veszik-e az idősebbeknek a tanácsait, ötleteit, hiszen azért a tapasztalat mégiscsak az ő oldalukon áll?
Én úgy gondolom, hogy nem lehet egy vállalkozás eredményes akkor, hogyha a szaktudásból fakadó tapasztalatokat ne vennénk figyelembe. Minden kollégának, köztük a nyugdíjas kollégáinknak is lehetőségük van átadni a gondolataikat, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy a manufaktúrába belépő új generációknak a mentorálásában nagyon komoly szerepük van. A jövő sikeres vállalkozásának előfeltétele az, hogy a mostani pályakezdők minél több tapasztalatot gyűjtsenek, és ebben az idősebb nyugdíjas kollégáknak nagyon nagy szerepük és feladatuk van. Úgyhogy akár a mentorálásban, akár a szaktudás előadásában számítunk az ő gondolataikra és véleményükre. Mikor és milyen céllal indult a Szabad Egyetemi Veszprémben? Áprilisban kezdődött az egyeztetés az egyetem és a Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet között. Gyorsan létre is jött egy együttműködés, ami alapján a három szemeszterben állapodtunk meg, tehát a nyári, az őszi és a tavaszi szemeszterben mindegyikben egyaránt három előadással készülünk a nyugdíjasoknak. Mire gondoltak akkor, amikor elindultak, hogy ennyien, majd a kamera mutatni is fogja, hogy ilyen sokan eljönnek majd? Sőt, abban bízunk, hogy ez folyamatosan növekedni fog ez a létszám. Az első előadásunk ugye az E-épületben volt, ahol 100 főt tudtunk vendégül látni. Ez láthatóan folyamatosan növekszik. Most, hogy az unokázós, nyaralós szezon véget ér, így azt gondolom, hogy a szeptemberben még nagyobb érdeklődés fogja övezni ezt a rendezvénysorozatot. Térjünk még vissza a korábbiakra, azoknak mik voltak a főbb témái? Az első a nyitó rendezvényünkön, ott a rektor úr a klímaváltozásról beszélt, aztán a másodikon a piros előadásában láthattunk a Willendorfi Vénusztól a Selfie-ig című rendkívül érdekes előadást, aztán a Deme Eszterék voltak a kulturális műsor résztvevői, és ma pedig ugye a Herendi Porcelán Manufaktúra vezérigazgatója fog nekünk előadást tartani. És akkor ugorjunk egy kicsikét a jövőbe is, vannak-e már terveik, pontosabban vannak-e már programjaik? Abszolút, a következő a szeptember 18-án lesz, a helyszín szintén itt lesz az aulában, az előadó pedig Mészáros Zoltán lesz, a 2023-mal kapcsolatban fog előadást tartani. Ha valaki nyugdíjas létére úgy gondolja, nagyon szeretne ebben a programban valamilyen módon részt venni, akár alkotóként, akár nézőként, hallgatóként, mi a teendője, hova fordulja? A weboldalunkon a szomszédok.eu-n minden információt megtalál, illetve az irodánkban az Ady Endre utca 3-ban is tud érdeklődni, de egyébként a város minden médiumában próbáljuk elérhetővé tenni a programot. Annyi, hogy a regisztrációhoz kötött minden rendezvényünk természetesen díjmentes, viszont a regisztrációra szükségünk van, hiszen a helykialakítás és a megvendégeléshez tudnunk kell egy létszámot. Ennek a mai eseménynek van egy érdekes, hogy hát kicsit kellemesebb része is az ajándékozás, miképpen született ennek az ötlete. Tulajdonképpen ez egy évzáró is, hogyha így fogalmazunk, hiszen ez a nyári egyetemnek a zárónapja. Szeretnénk kedveskedni azoknak a nyugdíjasoknak, akik mindhárom alkalommal itt voltak velünk. Ők értékes ajándékokat kapnak egy sorsorás részvételével, és mindenki, aki teljesítette ezt a három alkalmat, egy oklevélben részesül. Képviselő úr, ennek a kezdeményezésnek mi a lényege volt a képen? Én nagyon örülök annak, hogy a Nyugdíjas Egyetem létrejött. Amikor először megkerestek ezzel a felvetéssel, akkor azt mondtam, hogy Veszprémben és a Pannon Egyetemen a legjobb helye van ennek egy ilyen kezdeményezésnek, hiszen rengeteg nyugdíjas klub, aktív nyugdíjas klub működik Veszprémben, és mi sem bizonyítja jobban ezt is, mint hogy most is telt ház van. Ezért úgy látom, hogy van is ráérdeklődő, és a szervezőktől azt hallottam, hogy lesz is folytatás, aminek én nagyon örülök. Magazin műsorunk végéhez érkezve köszönöm szépen nézőink figyelmét, további szép estét, jó szórakozást kívánok, munkatársaim nevében is elköszönök, viszontlátásra!